Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico 2 2023-as forma újdonságát, a MÁV harmadik korszakos V43001 és a Gyesev 6. korszakos 430-335-ös pályaszámú mozdonyát mutatom be nektek röviden. A videóhoz két gyári bemutató példányt kaptam kölcsön. Kezdjük a MÁV V43 gel jel A mozdony sorozat idén ünnepli 60. évfordulóját, ennek apropóján a gyártó az első V43-as eredeti gyártáskori verzióját készítette el nekünk. Méltó ünneplése szerintem a mozdony sorozatnak. Nézzük meg közelebbről a mozdonyt. Első ránézésre egy nagyon meggyőző, részletes modellel találjuk szembe magunkat. A jármű arányai jól eltaláltak, a forma és a főbb méretek pontosak. Az 1001-es rövid főkeretes mozdony ennek megfelelően a főkeret hossza az eredeti gépen 200 mm-rel rövidebb, mint a hosszú főkereteseké, ez a modellen is helyesen meg van jelenítve. Fontos megjegyezni, hogy a mozdonyok szekrénye és az ütközők közötti hossz mind a 1146-os pályaszám alatti és feletti gépeken is megegyezik, ugye innen számoljuk az alacsony és a magas pályaszámú gépeket. A főkeret hossza mindösszesen a vonókészülék fészke miatt változott a magas pályaszámú gépeknél. A mozdony részleteiben is számos eltérés található. Ezeket a gyártó pontosan megjelenítette a modellen. A tetőn helyesen még a gyári AOP317-es áramszedő található, ennek a palettájai szarvai eltérnek a ma használt szedőkétől, hiszen a gőzös korszakba még másfajta palettával közlekedtek a mozdonyok. A tetőn más a trepnik rendezése, és ezen a mozdonyon még nem voltak elhelyezve a különböző tetőantennák sem. Ezek a részletek is hülyen leképzésre kerültek a modellen. A tető és az oldalfa találkozásánál körbefutó ereszcsatorna csatorna található, ennek a rajzolata nagyon finomabb, hogyha a fugert gépekhez hasonlítjuk, sokkal szebb, sokkal vékonyabban van megrajzolva. A mozdony homlokfalán a főbb méretek és részletek hasonlóan a korábbi 1282-es mozdonyhoz pontosak. Részletek tekintetében, amit érdemes kiemelni, azok az alsó homlok fényszórók, ezek helyesen a gyártáskori kivitelben kerültek fel a modellre, illetve az első és oldalsó trepnek is pontosak leképzik a gyártáskori állapotot. A mozdony elején a gyári tábla külön alkatrészként került elhelyezésre. A mozdonyon hiába keresünk, nem találunk visszapillantót, ez nagyon helyesen nem került föl, hiszen az 1001-esen a gyártáskor még nem volt felszerelve, sőt még 1972-ben sem volt rajta tükör az archív fényképek tanulsága szerint. A mozdony oldalán komolyabb formai érdekesség nincs, a modell alja viszont rengeteg érdekességet tartogat. A forgóvázak kialakítása az eredeti, a pályakotró a forgóvázra van szerelve, nincs vonat vevőfej, és a homokolók vezetékezése is eltér a mai állapottól, a kerékcsapágyak pedig siklócsapágyas kivitelőek. A gyártó még arra is figyelt, hogy a tengelyvégekre a megfelelő szerelékek kerüljenek fel, itt is bizony van eltérés a mai állapothoz képest, Gondoljunk csak az Oerlikon kardános éberségére. A mozdony festése remekül sikerült, a színek a felelhető információk és képek alapján pontosak, megfelelnek a jármű 1963-as színezésének. A maszkolások szépek, a tamponozás pedig első osztályú, itt külön ki lehet emelni az oldalsó kis gyári táblát is. Belső és hajtás tekintetében a tavaly megjelent 1282-esnél már megszokott minőséget kapjuk, a saját 1282-es mozdonyom elmúlt 11 hónapjának tapasztalaté alapján bátran kijelenthetem, hogy a járműveim közül az egyik, ha nem a legjobb futása van a Pico V43-asnak, emellett nagyon jó a vonóereje és biztos áramszedése van a mozdonynak. Funkciók tekintetében hasonló a kiosztás, mint a korábban megjelent V43-asnál, annyi különbség van, hogy külön zárlámpa hiányában a zárfények az alsó fényszórókba kerültek, az igazi mozdonyon is az alsó fényszórók elített vörös előtét üveggel oldották meg ezt nagyon sokáig. A mozdony összeszerelési minősége a korábbi szériákhoz hasonlóan magas színvonalú. A jármű elsősorban a harmadik korszakos szerelvények elé passzol, legyen az tehervonat vagy vékonycsikos Y-kocsikból kiállított gyors, esetleg BHBHV-kocsikból kiállított személyvonat, azonban némi kompromisszumkészség feltételezésével még negyedik korszak elejé millióbe is beleírhat ez a gép, de akár későbbi korszakok kedvelőinek is elférhet a gyűjteményében, mint kuriózum, hiszen a mozdony jelenlegi jubileumi kiadása, Ebben a verzióban valószínűleg egyszerű lesz. És akkor most térjünk át a Gyesev 430 335 pálya számú mozdonyára. Ez a modell egy magas pálya számú, de még eresz csatornás és zárlámpa nélküli mozdonyt modellez. Méretileg itt is timmel minden, viszont számos pontban eltér mind az 1001-estől, mind a 1282-estől. A tetőn itt is ollós AOP317-es áramszedő található, viszont itt már az újabb, jelenleg is használt grafitbetétes paletta van rajta. A tetőn a trepnék is a korszakra jellemző elrendezésben találhatóak meg, egyedül a két vezetőállás felett lehet megemlíteni egy-egy kés antenna hiányát, ami a Gyesev gépekre jellemző. A mozdony homlok falán a középső csatlásfej mellett új C csatlakozó és a korszakra jellemző lámpatestek találhatóak. Az alvázon számos pontban van eltérés a másik két mozdonytól. Középen felszerelésre kerültek a gyesev gépeken megtalálható PZB tekercsek, forgóvázon pedig szemfülesek észrevehetik, hogy ugyan már gumirugós a felfüggesztés, de még siklócsapágyasak a tengelyek. Alul mindösszesen egy apró részet hiányzik, ez pedig a gyesebb mozdonyokra felszerelt mozdony színi csatlakozó. Ami még érdekesség, az elől a főkereten a trepni, ennél a mozdonynál ugyanis nincs az az extra rácsos toldás, mint a 1282-nél vagy az 1001-esnél, csak a főkeret tetején van kialakítva az eredeti mozdonyon is megtalálható kazánpadló textúrájú felület. A mozdony festése is jól sikerült, a színárnyalatok helyesek, a bráva halbestatti kocsiait a mozdony mögé kapcsolva teljesen jól összeillenek színileg is a járművek. A tamponozás a gyártótól megszokott minőségben készült el ennél a mozdonynál is. A gyerső mozdony, mint hajtás, funkciók és összeszerelési minőség tekintetében megegyezik az 1001-essel. Ez a mozdony 2011-től napjainkig fut a modellel megjelenített festésben és feliratozásban, így mind Halbestati kocsikkal, mind City szerelvényel járható, de tehervonatok elé is besorozható nyugodtan ez a jármű. Összességében úgy látom, hogy mindkét modell a tavaly a 1282-essel megkezdett sort folytatja, igényes, megbízható modellekkel gazdalkodott idén és a hazai vasút modellek palettája. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!